Figyelj, el kell tűnünk innen minél gyorsabban. Miért? Hol? A fizika tanár kitalálta, hogy mindenkivel külön padba iratja a tézét, ezért most makoltam. És mi lenne, ha segítenénk? Figyelj, ha nekem nem sikerül az a dolgozatom, én megbukok. Nem hülyeség. Akkor? Akkor sincs kedvem székeket pakolni. Nem baj, nekem szükségem van egy kis jó karmára. Erős gravitációs hatás. Elnézést, én csak... Még öt szék hátra van. Én? Csak egy jó. Mi? Van néhány érdekes hírem számodra. Először is a dolgozatod, amire annyit készültél, egyes lesz. Aztán a karkötőt, amit apától kaptál, el fogod veszíteni. Ja, és még valami. A hónap végén meg fogsz halni. Na most már tényleg tűnjünk el innen, én még egyszer el nem bújok. Te is láttad? Persze, hogy láttam, csak veled ellentétben figyelek, és volt időm elbújni. Most úgy nézel, mint aki valami szerelmet látott. Valami olyasmi. Na azért, ennyire elbosszottam el. Ez nem is volt nehéz a dolgozat. Ebből nem lehet egyes tiltani. Írd egyes? Mindegy. Súlyultam néhány elbújt bowlingozni, te rájössz? Jó. Álló, mi a helyzet? De mihez kezdeni, hogyha tudnád, hogy a hónap végén meghalnál? Megtenek mindent, amitől a legjobban félek. Valami baj. Emlékszel, amikor múltkor a fizikatanár elől bújkáltál a folyosón? Igen. Megjelent egy alak a semmiből, azt mondta, hogy valami jós, vagy mit tudom én, és hát tudom, hogy ez hülyeség, de jósolt három dolgot, és abból kettő már valóra is vált. Ez tök jól hangzik, és mi volt ez a kettő? Először is megjósolt, hogy elveszítem a karkötőmet. Basszus, tényleg a karkötőd, azt a tesi órán lent hetted az öltözőben, én meg elfelejtettem visszaadni. Mi? De egyes lett a dolgozatom, és ezt is megjósolta. Honnan tudod, hogy hányos lett? Én még nem is láttam. Be van írva. Az előző van beírva, de az nekem is egyes lett. Ne ijesztegessél már. Akkor... Mi ki se javította? Mikor javított ki utoljára egy tézét egy nap alatt? Ja, egyébként láttam, hogy nem beszéltél egész végig senkivel, csak a fizikatanárral. Miért nem ezzel kezdted? Ákos, jöttem!